Üdvözlöm Önöket, Nagy Szilveszter vagyok a Körös Autócentrum Kft-től. Engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek az Opel Crossland X-et. A mai bemutatott modellünk egy 1.2-es turbo 110 lóerős motorral felszerelt autó. Ennél létezik egy kisebb teljesítményű, szintén 1.2-es 83 lóerős motor, valamint van egy nagyobb 1.2-es 130 lóerős motor, az létezik automata váltóval is, valamint van még dízel motorunk is 102 és 120 lóerővel, a 120 lóerős motor tudjuk szintén automata váltóval szolgáltatni a kedves ügyfeleknek. A mai bemutatott autó egy Best felszereltség, szép ledes nappali fényforgással, halogén lámpával, amit lehet extrázni ledes lámpával. Az autó alapfelszereltség egy lemezfelni lenne, ez a kiállított modellünk, ez egy alufelni és 16-szoros kerékkel szerelt, szépen végig fut a műanyag dekorálám az autó oldalán, rendelhető tetősín nélkül, ezüst tetősínnel és fekete tetősínnel is, valamint majd bemutatjuk még Önöknek, hogy egy nagyon szép panoráma tető is van ebben az autóban. Az autó hátuljához érve nagyon sok hasznos extrával találkozhatunk itt is. Sötétített az ablak, ez egészen a B-oszloptól hátrafelé. Megtaláljuk a hátsó parkoló szenzorokat, ami a parkolóasszisztens része, valamint egy okos kamerát is találunk a csomagtartó ajtó beépítve. Ez az okos kamera egy 180 fokos kamera, tolatáskor az autó mellé vetíti a hátsó képet, így a nem mozgó tárgyakat folyamatosan látjuk az autó mellett is. Kinyitva a csomagtér ajtót, 410 literes csomagtartóval találkozunk. Ez egy sínen csúsztatható üléssel, hátsó üléssel együtt rendelve, akár 520 literig is bővíthető, valamint rendelhető bele szükségpótkerék is. Tudunk még ide rendelni az autóhoz egy merevített padlót, ami sokkal könnyebbé teszi a csomagok behelyezését, nem kell olyan mélyre tenni. Ebben a kiállított modellben nem az alapfelszereltségű ülés található, hanem egy komfortülés. Ez annyiban egészül ki az alapüléshez képest, hogy állítható combtámasza van, tehát lehet állítani az ülésnek a dőlésszögét elől is. Ez mellett állítható a magassága az ülésnek. Négy irányban állítható elektromos gerinctámasz is található benne, és külön rendeltünk hozzá még egy nagyon kényelmes könyöktámaszt is. Ebben az autóban is a Best felszereltségekből már nagyon jól ismert extrákkal találkozunk. Megvan a Crossland X Bestben is a négy elektromos ablak, az elektromosan állítható, fűthető külső tükrök, a ködlámpa elől és hátul, az automatikus világítás kapcsolás alagútérzékelővel, fedélzeti számítógéppel, 3,5-szoros kijelző keresztül. A kormányunk az egy fűthető bőrkormány, teljes kezelőszervekkel, amin tudjuk állítani a tempomatot a sebességhatárolóval, valamint tudjuk állítani a rádiót és a telefon kihangosítót is, és a zenelejátszást is tudjuk vezérelni, hogy honnan és milyen hangosan hallgassunk zenét. A tempomat az nem egy hagyományos tempomat, hanem a tábla felismerő rendszerrel össze van kötve, és tudjuk a tábla felismerő rendszer által kapott információk alapján beállítani a sebességünket is. Középen található az Intellilink rádió, ez egy 7-szoros érintőképernyős rádió, telefontükrözésre alkalmas, telefon kihangosításra alkalmas, és a telefon tükrözés által egy navigációt is kapunk az autóhoz. Ez most, amit bemutatok Önöknek, ez egy CarPlay alkalmazás az iPhone-é. Itt kimegyünk a menübe, láthatjuk egyből, hogy a telefon kihangosítás, a zenehallgatás, az üzenetolvasás, hangos könyvek, internetrádiók, YouTube csatornák és háromféle navigáció is elérhető. Benne van az iPhone navigáció, a Google Maps, valamint a Waze is, ahol akár a trafipaxokat is előre tudjuk jelezni. Található még az autóban kétzónás automata klíma, fűthető két első üléssel, van sávelhagyás jelzőnk, hogyha a biztonsági funkciókat nézzük, két szemközti légzsákunk, oldal légzsákunk, függöny légzsákunk, ugye a tábla felismerő, amit már említettem,
és ügyes startstoppos motorunk. A váltó a 110 lóerős motorhoz 6 sebességes, a 83 lóerőshöz pedig 5 sebességes, az automata váltóink szintén 6 sebességes automata váltók. Picit feljebb tekintve láthatjuk, hogy esőérzékelős ablaktörlőnk van, valamint fényes sötétedő belső tükrünk, és legfelül egy nagyon szép, csodálatos panoráma szélvédő, panoráma tető, ami nem nyitható, de nagyon jó kilátást biztosít a hátsó utasoknak. Természetesen tartozik hozzá elhúzható roló is, hogyha nagyon tűzne a nap, akkor ne legyen túl meleg az autóban. Köszönöm szépen a figyelmüket, amennyiben tetszett az autó, jöjjenek be, próbálják ki. Tudunk önöknek személyre szóló ajánlatot is készíteni. Nagy Szilveszter voltam a Körös Autócentrum Kft-től.